1885-ben alapították az egyesületet, sokáig csak tornával és egyéb apró sportágokkal foglalkoztak, a színük természetesen lila-fehér, mint mindenki tudja, viszont a futballcsapatuk az csak 1900. december 31-én alapították, késve is adták be a nevezést az MLS-hez, így ők csak a másodosztályban kaptak besorolást, így ők nem alapító tagjai a Magyar Labdarúgó Szövetségnek. Először a Pamukgyári mezőn játszották a mérkőzéseiket, azonban ezt a pályát 1903-ban már nem hitelesítette a MLS, és így utána gyorsan egy új pálya után kellett nézni, nagyon hamar megépültek, így a Népszigetre kerültek, ott játszották 1922-ig a hazai mérkőzéseiket. 1922-ben Hajós Alfréd terveik alapján nyitották meg a megnyerülti stadiont. Elmondhatják magukról, hogy 1912 óta folyamatosan az első osztály tagjai, tehát jövőre fogják azt mondani, hogy 100 éve az NBA-be szerepelnek. 1926-tól 1941-ig megjött az igazi fénykoruk, a profi korszak kezdetétől, amikor is az Újpest mindig dobogón végzett, de előtte 1929-ben már volt egy sikerük, bajnokok tornáját nyert az Újpest, gyakorlatilag a BEC ősének nevezhető, úgyhogy számukra ez az egyik legnagyobb nemzetközi siker. Derbinél nincs nagyobb hangulat. Én ezt először talán 2009-ben tapasztaltam meg, akkor volt az első derbim, és ahogy kimentem, borsozott a hátam, olyan jó hangulat volt már meccs előtt 3-4 órával, és pozitív emlékeink vannak, mert azt a meccset azt hiszem 2-1-re nyertük meg. Szerintem semmit nem lehet hasonlítani ehhez a rangadóhoz. Lehet itt keleti rangadóról beszélni, ugye a Diósgyőr Nyíregyháza, vagy Szombat helyzetéről is lehet még ezen kívül beszélni, de ehhez fogható rangadó szerintem nincs ebben az országban, és nem is lesz. Ez nem az az Újpest, meg nem az a Ferencváros se, ugye mindig változik mind a két csapatnak a kerete, úgyhogy de a helyezéstől függetlenül ezt is tudjátok, ez óriási derbi, úgyhogy szeretnénk egy új sorozatot elindítani. Szerintem nagyon kell itt senkinek bemutatni ezt a mérkőzést, hogy milyen felfokozott hangulatú. Minden egyes játékos átérzi ennek a meccsnek a fontosságát, de ez plusz motiváció, meg plusz öröm számunkra, hogy egy olyan befektető érkezett, aki megoldhatja a problémákat. Egy évet voltam Debrecenben, egy Debrecen Fradin tudtam játszani, akkor is sikerült így betalálnom, meg akkor is tudtunk nyerni, úgyhogy remélem, hogy szombaton nem fog ez a jó sorozaton megszakadni, de szerintem az egy Debrecen Fradit nem lehet összehasonlítani egy Újpest Fradival, mert tényleg ez Magyarországon, ez a örök rivalizálás, ami a két szurkolótábor között van, ezt nem lehet más szurkolótáborokhoz összehasonlítani. Biztos, hogy feszült hangulatú rangadó lesz, hiszen mind a két csapat elég rosszul áll a tabellán, és én úgy gondolom, hogy egy elég feszült és helyenként durva a mérkőzés lesz. Minden meccs más, nincs olyan meccs, amikre ugyanúgy készülsz, persze a rangadó, minden a világon, mindenki a világon tudja, hogy milyen az érzés, és milyen az a felkészülés egy rangadóra. Itt nagyon óvatosan kell készülni, mert sokszor az emóciók viszik az embert, és erre nagyon rá kell figyelni, de az nélkül meg nem lehet egy ilyen meccset lehozni, hogy az emóciók nincsenek ottan, és persze minden bele kell venni, de az a kérdés, hogy ki fogja jobban uralni ezeket a momentokat és ezeket a részeket, annak lesz nagyobb esélye ezen a meccsen. A hooligán törvénynek egyelőre a
A fizikai hatását úgy gondolom, hogy egyik tábor sem érezte eddig. A pszichikai hadviselést azt megkezdték, ám úgy gondolom, hogy hatása a derbire ennek nem lesz semmi. Hát mi mindig hetek előtte megkezdjük a készülődést, aktívan részt veszünk a szurkolásban, és de hát rutinból megy minden. Tehát 19 éves csoportnál szerintem nem kérdés. 2 éves koromban voltam elsőként Lukas mérkőzésen. Édesanyám elmondása szerint egy Mózes kosárban a kakasülön ültünk, mert ugye úgy gondolt, hogy ott a legnyugodtabb. De azt mondta, hogy ennyi idegbeteg férfit soha nem látott, és hát mivel családi hagyomány kénytelen volt megszokni. Az egyén soha nem állott középpontban, és ameddig az Újpest áll a középpontban, addig egyetlen tábor létezik Újpesten.